ünnepi műsort adott a Harka Tánc Együttes Harkányban. A táncosok a 20. jubileum alkalmából készültek egy igen összetett előadással. A 20 éves jubileumot ünnepeltük, annak ellenére, hogy 21 évesek vagyunk, de hát a járvány az minket is kicsit megviselt. Ezért most szeptember 10-én mutattuk be a 20 éves jubileumi műsorunkat, ami két részből állt. Az első részben a 2020-ban létrejött Harka legenda, az Ördög szántotta hegy legendája című táncjátékunkat mutattuk be. Ebben nagyon nagy segítségre volt nekünk a Márkusz Színház két oszlopos tagja, Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor. Nagyon jó kis munka volt velük, amikor ezt létrehoztuk. És igazából kellett ez a hosszú idő ahhoz, hogy ez a táncjáték létrejöjjön, mert nagyon sok tánc jelenik meg magában a táncjátékban. Pontosan az volt a cél, hogy a 20 év alatt megtanult táncokból, illetve összegyűjtött viseletekből készítsünk egy olyan műsort, ami azért látványosan ezt a sokszínű baranyát bemutatja. A második részben pedig válogattunk a 20 év táncaiból, az elsősorban autentikus műsor volt. Az együttes jelenleg 20-25 táncossal működik. Megalakulásukkor civil kezdeményezésre indult el a tánckar. A Harka Tánc Együttes 2001-ben alakult Harkányban. Ebben nagy segítséget kaptunk az önkormányzattól és a művelődési háztól, hiszen ő támogat minket azóta is. Az egész kezdeményezést Vanyó Sándortól ered, aki egy helyi lakos és több kulturális csoport szervezésében részt vett, és felkért minket, illetve a férjemet, Donáci Károlyt, aki elindította ezt a táncegyüttest, hogy Harkányban legyen a dalkör mellett egy táncegyüttes is. Az együttes igazából nem egy tipikus táncegyüttes, mert a korosztályos összetétel elég tág, a 16-tól a 76 évesig működünk. Az ilyen típusú táncegyüttesek általában hagyományőrző táncegyüttesek szoktak lenni, viszont mi nem ezt a célt tűztük ki kifejezetten, hanem szerettük volna Kárpát-medence táncait megtanulni, illetve hozzá kapcsolódó viseleteket gyűjteni. És ennek kapcsán igazából nem egy tipikus hagyományőrző együttes lettünk, viszont azért azokon a fesztiválokon nem tudunk részt venni, amin az ilyen nagy együttesek. Nincs kifejezett utánpótlása az együttesnek sem, részben azért, mert elég kis településről van szó. De ennek ellenére az a fő célunk, hogy a Kárpát-medence táncait megtanuljuk, bemutassuk, tovább vigyük, valamint Harkányban azért létrehoztunk különböző hagyományokat, ilyenek a májusfaállítás, májusfa kitáncolás, valamikori ördögűzés, most már inkább ilyen tavaszköszöntőnek és téltemetőnek hívják. Tehát vannak olyan állandó programok, amik azért a táncegyütteshez kapcsolódnak. A Harka Tánc Együttes a jövőbe is tekint, továbbra is a tanulásé és a bemutatóké a főszerep. Szeretnénk tovább működni, folyamatosan pályázunk a Csóri felé, ebbe azért kapunk segítséget, hiszen tagja vagyunk a Déli Kapu Folklórszövetségnek, és nagyon szoros az együttműködés.
Így van lehetőségünk azért arra, hogy újabb viseleteket tudjunk készítetni, vagy vásárolni, újabb oktatókat tudjunk hívni, és akkor ezáltal tud fejlődni az együttes. És bízunk benne, hogy annak ellenére, hogy ilyen vegyes az összetétel, tudunk azért tovább is működni.